Idén is találkoztak egymással a megye meghatározó gazdasági szereplői. A társas vállalkozások 1775,2 milliárd forint nettó árbevételt értek el 2014-ben megyénkben, ami 10%-os növekedést jelent. A top 100 15%-os növekedés mellett 998 milliárd forint nettó bevétellel zárt. A kiemelt adónemek 153,6 milliárd forintos nettó megyei adóösszegéhez a 100 legnagyobb vállalkozás 26,7 milliárd forinttal járult hozzá, ami 2,2 milliárddal több, mint az előző évben. Az ilyen találkozóknak két jelentősége van. Az egyik valahol itt mutatjuk meg egy-egy megye, egy-egy térség gazdasági erejét, hiszen itt összejönnek azok a vállalkozók, akik a megye legnagyobb gazdasági potenciállal rendelkeznek. Fontos ez a kormányzat számára, fontos a kamara számára, fontos az adóhatóság számára, és fontos a, fogalmazunk így, a közszereplők számára is, de lehet, hogy van még egy fontosabb feladata ennek, azaz, hogy a magák a vállalkozók találkozhatnak egymással. Hiszen most megkérdezném itt azokat a vállalkozókat, akik teljesen más iparágokban dolgoznak, hogy egyáltalán van-e lehetőségük máskor, fogalmazunk úgy, kötetlenül beszélgetni, vagy kötetlenül eszmét cserélni, vagy kötetlenül ötletelni, akkor azt lenné a válasz szerintem, hogy nem. Tehát ezért nagyon fontos, hogy itt igen. Ezek a vállalkozások a megye foglalkoztatóinak mindössze 1,2%-át adják, mégis 2014-ben a foglalkoztatottak majdnem egyharmadának biztosítottak munkát. Kétségtelenül ők a térség meghatározó gazdasági szereplői, így a kamara kiemelten igyekszik érvényesíteni az érdekeiket. Nyilván más igénye van egy nagy vállalkozásnak, más egy közepesnek és más egy kicsinek. A nagy cégek esetében a legfontosabb az érdekérvényesítés. Tehát az, hogy keresztül vigyük azt, ami nekik egy optimális gazdasági környezethez kell. Hogy olyan legyen a szakképzés, olyan legyen a felnőtt képzés, mint a munkaerőpiac igényli, hogy a felsőoktatás gazdaság közeli legyen, hogy az adótörvényekben megjelenjenek a gazdasági szereplőknek az elvárásai, hogy a bürokrácia csökkenjen, hogy a forint stabil legyen, és így tovább. A rendezvényen átadták az évgazdasági díját is, amelyet idén Szurovcsák András kapott. Ez minden évben azt a vállalkozót illeti, aki példaértékű munkát végez, illetve fel tud mutatni olyan foglalkoztatási értéket, ami sokat jelent a régió számára.